Már csak pár pillanat is kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Magyar György, a nemzetügyvéde. Üdvözlöm, ügyvéd úr, jó reggelt kívánok! Nagyon kedves, jó reggelt kívánok! Hosszú ideje nem láttuk őt. Vannak olyan verebek, akik azt csiripelik, hogy vidékre költözött, és Hódmezővásárhely polgármestere lesz. Mit tud erről mondani? Szellemes indítás, nem költöztem sehova. A hazát elhagytam néhány hétre, mert a barátaim úgy döntöttek, hogy ki kell engem vonni egy kicsit a körforgásból, hogy lehiggadjunk, nyugodtan kívülről lássuk az eseményeket. De valami, ha a verebek már csiripelnek, akkor abban biztos van valami alap. Ha azt mondják, hogy Dr. Magyar György, a nemzet ügyvédje, a megszokottnál többször előfordul Hódmezővásárhelyen, ingatlant készül ott venni, ügyvédi irodát indít, vagy tényleg valami köze van a helyiekhez? Értem az áthallást, háromszor voltam életemben Hódmezővásárhelyen, körülbelül 4 évvel ezelőtt, amikor egy nagyon fontos ügyben kellett ügyet képviselni. Az egyik iskola igazgatónak azt közölte az akkori városvezetés, hogy nincs rá szükség, és ennek kapcsán folyt büntető eljárásban kellett nekem egy szerepet vállalnom. Azóta sem jártam. A feladatot sikerült megoldani? A feladat teljesítve. Ami pedig a Hódmezővásárhelyi áthallást illeti, értem én a kérdést, az való igaz, hogy Márki-Zay Péter, aki most a hatályos polgármester ott, egy mozgalmat kezdeményezett, én magam is részt vettem ennek a mozgalomnak a megalapításában, részvételében. És még aktív tagja? Még aktív tag vagyok. Annyira, hogy most vasárnap, tehát 24-én ez itt a reklám helye, méghozzá Jégtörő Mátyás napján zászlót bont ez a mozgalom, és nyilvánosság elé lép, bemutatkozik. Akkor áruljon el nekünk pár kulisszatitkot, feltételezhetően, hogyha ez a mozgalom megindul, akkor itt egy ügyvédi munkás kézre is szükség volt. Ezt a mozgalmat be is jegyezték, feltehetően ön és kollégái tették ezt. Mi is az úti cél, mivel is fognak foglalkozni? Népgyűjteményeket hoznak létre, urali táncokat fognak járni. Igen, és lepkét gyűjtünk folyamatosan. Szóval a történetnek az a lényege, hogy sokat tanultunk az elmúlt időszakból. Most már többen követnek bennünket abban a gondolatiságban, hogy aki ellenzéket akar reprezentálni, nem szabad, hogy az ellenzék belső harcainak legyen részese. Sokkal fontosabb, hogy valamiféle együttműködést alakítsanak ki. És ez a mozgalom, aminek a pontos neve az, hogy Mindenki Magyarország a mozgalom, 3 darab embetűvel, azt tűzte ki vezető céljának, hogy kovásza legyen, katalizátora legyen az ellenzéki együttműködésnek. A bíróság ezt a bejegyzést elfogadta? Ezt a bejegyzést elfogadta. Német csokoládégyárak nem tiltakoztak? Német csokoládégyárak nem tiltakoztak. Várható, hogy tiltakozni fognak, hisz a rövidített nevük egy márka neve. Hát ott van egy end közte, de mi nekünk nincs endünk, mi csak egyszerűen nem endem. Annyit jelent, hogy nem véletlenül kérdeztem az end, hogy akkor semmiféle utánfutó nem lesz itt? Nem akarunk utánfutni, mi igazából előfutni nem, akik akarunk. Önök utánfutnak, a kapcsolódó rész. Én azt szeretném, és megmondom őszintén, az egész szerveződésnek ez az egyik alapvetése, hogy végre tegyék le a fegyvert azok, akik praktikusan nem a Fidesz oldalán állnak. Ez egy párt lesz? Ez egy mozgalom, és önkormányzati választásokat helyezte központba. Természetesen tudjuk, hogy 2019-ben 2 választás lesz Magyarországon, az egyik az Európai Uniós, ott nem indulhatunk, hiszen nem vagyunk párt, de az önkormányzati választásra nagyon készülünk, és éppen Márki-Zay Péter, az ön által említett Hódmezővásárhelyi polgármester, lesz az a szimbolika, aki megmutatja, hogy ilyen és hasonló új erőket kell bevinni a politikába. A mozgalomnak a célja Márki-Zayt megerősíteni polgármesteri székében, vagy a mozgalom tulajdonképpen egy országos, egy egész magyar nemzeti államra kiterjedő mozgalom-e? A rövidített cél 3200 Márki-Zay Péter megtalálása. Miért van 3200? Ennyi település van Magyarországon. Tehát ez az úgynevezett távolabbi cél, de ha már... 3200-szor MMM? 3200 olyan települési önkormányzati képviselőt és polgármester jelöltet kell találni, akik kellő energiával,
kellő rátermettséggel, és most mondom a legfontosabb szót, kellő hitelességgel tudják felvenni a kapcsolatot. A jelenlegi uralkodó osztály, tudom, hogy nem szereti ezt a szó összetételt, de én nagyon szeretem, a jelenlegi uralkodó osztály reprezentásaival szemben. Ha Márki-Zay Péternek a közösségi oldalon róla szóló információt, vagy az interneten megkeresem, akkor a következőket kell tudni, hogy egy nagyon tanult ember, egy több gyermekes családapa, vallását tekintve római katolikus. Ezek nem bűncselekményi kategóriák. Nem, de akkor mondom tovább. Tehát ezek azért meg is határozzák az ő egyéniségét, tehát ő egy nagycsaládos, római katolikus, nagyon képzett ember. Vajon például az ország minden pontján ez az a szimbólum, amire a helyiek ahhoz, hogy 3200 helyen győzhessenek, vágynak? A szimbólum abban van, hogy nem indítottak ellene különféle jelölteket. Ezért tudott nyerni. Ha megnézzük az ő múlt februári győzelmi arányait... De azért a Jobbik támogatta őt. Megállapíthatjuk, és ez a dolog lényege, hogy a fideszi szavazók ugyanolyan létszámban mentek el szavazni, de a másik oldalon elmentek 4000-en többen, mert ez a személyiség meg tudott mozgatni otthon ülő állampolgárokat. De ez a személyiség egy helyen tud lenni, nem tud 3200 helyen lenni. Ezt akarja láttatni. A mozgalom ezzel jött létre, hogy tessék nézni. Ha Jézusnak is hosszú időbe került, ameddig követőket talált. Hát, időnk van, ő fiatal ember, én már nem vagyok annyira fiatal. Én nem az önkorára ezért gondoltam. Ezért én csak a tanácsadási kategóriában szeretnék megmaradni, de azt kell megmutatnunk az embereknek, hogyha sikerül együttműködniük, nem kell összeházasodni, sem Jobbikkal, sem demokratikus koalícióval. Meg kell találni a helyben azokat az értékeket, akik mögé oda tudnak állni. Azok is, akik eddig nem vettek részt közvetlenül a politikában, mert belátják, hogy fontos részt venniük a közéletben, hogy ne helyettük döntsenek a saját ügyeik felé. Akkor ügyvéd úr, most visszaugrunk az ELTE jogi tanulmányaihoz. Magyarázza meg nézőinknek és nekem, hogy a mozgalomnak kell-e legalább egy minyennyi neve a bejegyzéskor, vagy nem kell neveket felsorolni? Hogy kik azok, akik reprezentálják? Igen. Hát 12 alapító tagja van ennek a mozgalomnak. Hát akkor kettő rezerva, hogy a minyen mindig meglegyen, igen. Hát ott látom például címlapon a Népszaván Bot Péter Ákost, őt meg tudom most rögtön nevezni, Kaltenbach Jenőt, sokan ismerik, Mellár Tamást, Kéz Zoltánt, Jánosi Katalint, Lukácsi Katalint, tehát Hadházi Ákost. Meg tudok nevezni olyan személyeket és értékeket, akik kifejezetten azért... Ez már halta fel a 12-nek. Hát el tudom mondani, az összes többit, ha versenyképesek vagyunk. Egy a dolog lényege, hogy azok, akik itt most alapították ezt a mozgalmat, majdnem mindegy, honnan jönnek, majdnem mindegy, milyen az ideológiájuk, mert arra koncentrálnak, hogy a jelöltek, és fontos, nem csak a polgármesterek, hanem a képviselőtestületek is legyenek megfelelőképpen felkészültek, és megfelelőképpen az állampolgárok által támogatottak. Példa, sem Hódmezővásárhely, sem például Siófok nem tud jól működni. Hiába van értékes, civil hátterrel rendelkező polgármestere, ha az önkormányzati közgyűlés olyan összetételű, hogy akadályozza, nem pedig fejleszti az előrelépést. Jó, de hát az embereket nem lehet leváltani, a lakosságot nem lehet kicserélni, a lakosság Hódmezővásárhelyen megválasztotta ezt az úriembert polgármesternek, de beválasztotta azokat is, akik ott vannak. Hát az történt, hogy ez időközi volt, ugye? Korábban Lázár János területéről beszélünk. Tehát egy nem időközin, ez másképp fogalmazva. Más időközin, nem időközin, ez felkészíthető. És a mozgalom azért mutatkozik most be február 24-én, hogy ország előtt bemutassa, hogy tessék nézni, itt van egy katalizátor szerepet betöltő mozgalom, nem csak pártok vannak a világon, civil szervezetek is léteznek, együtt találják meg az alkalmas erőt. Jó, első dolgom lenne, ha én lennék az ellenzéke ennek a mozgalomnak, akkor megnézném, hogy én vagyok most a... Ördögügyvédje? Az ördögügyvédje, csak úgy gondoltam, hogy az ördög helyett mondjuk a patás ügyvédje, nem szeretem az ördög kifejezést, mert már nagyon el van használva. Az ügyvédet sem tetszik kedvelni. Az ügyvédeket, azokat kedvelem, azok rendes emberek, bővebb családomban voltak, vannak, meg lesznek. Bizonyos kivételek töltek. Igen, tehát itt az igazán nagy kérdés az, hogy
ez a mozgalom már be van jegyezve. A zászlót ki fogják bontani 24-én. A bíró rányomta a bélyegét, gondolom. Minden, ez még múlt ősszel történt. Minden glát kóser, azóta egy nagy csipkerózsika álmát aludták, és ez alatt az idő alatt nem sikerült önöket, illetve ezt a mozgalmat kellőképpen lejáratni, szétrobbantani. Hát de még, most 24-én, amikor zászlót bontanak, akkor úgy az ellenzék, mint a parlament minden pártja biztos be fog indulni, hisz egyik a szekrét sem tolják. Föl vagyunk erre készülve. Októberben történt ez a bizonyos bejegyzés, most februárban történik a nyilvános színrelépés. A köztes időszakot a megalapozásra töltöttük, az internetes és az egyéb hátterek megvalósításával, és 5000 követője van már most a mozgalomnak. Nem az a cél, hogy mi ellenlábasok legyünk, az a cél, hogy egy új politikai kultúrát bemutassunk. És az új politikai kultúra lényege pont az, hogy próbáljanak meg együttműködni azok, akik erre képesek, egy minimumot fogadjanak el, párt közötti tevékenységet is segítjük, és azon vagyunk, hogy egy ellenzéki kerekasztal és egyéb formációjában működőképessé tegyük a magyar ellenzéket, mert jelenleg az alussza a csipkarózsika álmát. A kerekasztalhoz székek kellene, és a szék pénz az pénzbe kerül. Mindenki hoz magával egy széket. Én távol áll tőlem, ha valaki sikeréről van szó, akkor nem azt kérdeztem, hogy miből csinált ezt a jól sikerült filmet, hanem gratulálok, de itt most más szerepben vagyok, maradunk az ördög ügyvédjénél. Egy ilyen mozgalom elindítása, fenntartása, hisz Jézus koporsóját sem ingyen őrizték, azt látjuk, hogy mi lett az eredmény, nem fizették ki a rómaiakat, honnét van mindenre a pénz? Adományok, felajánlások és pályázatok. Ezek a tisztességes dolgok. Nyilvánosan, transzparensen bemutatjuk, ki, mikor, miért támogatja. Az adományozók között vannak-e külföldiek? Ezt nem tudom pontosan megmondani, Soros elnevezésűvel nem találkoztam. Az adományozók között vannak-e olyanok, illetve az egész szervezet támogatja a nemzeti állam létét, vagy inkább olyanok, akik az Európai Unió más szeleihez, viharjaihoz tartoznak, itt a migrációra vagy a bevándorlásra gondolok. A politikai állásfoglalásunk megítélésem szerint borzasztó egyszerű. És én jogászemberként is csak ezt tudom hangsúlyozni. Jelenleg ma Magyarországon jogellenesé vált a jogalkotás, úgy be van betonozva a jelenlegi hatalom, hogy demokratikus, tisztességes úton nem váltható le. Ahhoz akarunk segítséget nyújtani, hogy sikerüljön a jogalkotást olyan formára változtatni itt Magyarországon, hogy tisztességes választjogi törvény szülessen, az alkotmánynak le kell nyesegetni a vadhajtásait, meg kell találni a pártfinanszírozás és a civil szervezetek finanszírozásának esi lehetőségeit, és a legfontosabb, az úgynevezett független intézményeknek vissza kell adni a függetlenségét. Ezek a célkitűzések, és teljesen mindegy, hogy kinek mi az ideológiája, teljesen mindegy, hogy ki kit támogat külföldön és belföldön, ezt kell elérni, mert ennek hiányában minden marad a régiben. Ismertségünk okán és nézőim iránti tisztelettel, mégis tiszteletlenül meg kell, hogy kérdezzem, hogy ennek az új mozgalomnak a lelki vezetője az dr. Magyar György, a nemzet ügyvédje, és asszisztál neki Márki-Zay Péter, vagy fordítva? A kérdés nem indokolt. Márki-Zay Péterre épül a rendszer, Hadházi Ákosra épül a rendszer, és mindazokra az alapítókra, akik valamit már letettek az asztalra. Az én szerepem minimális, én statiszta vagyok, a jogi hátteret próbálom is a tapasztalataimat behozni a mozgalomba. Egy Magyar György lehet statiszta? Muszáj hozzá válni, nem vagyunk mi főszereplők. A büntetőeljárásban sem szabad, hogy egy ügyvédre figyeljen a közönség. Az ügyeket kell megérteni, és megmondom egészen őszintén, én közéletileg tényleg fertőzött vagyok. De én azt gondolom, hogy az ügyvédkedést, mint hivatást nem szabad abban. Napjaim a kiváló antipolitikai antibiotikumot lehet beszerezni, dupla recepte. Kedves nézőim, az elmúlt bő 15 percben azt látták, hogy a nemzet ügyvédjének nem csak az a fontos, hogy a bankszámlái és az unokái rendben legyenek, hanem az is fontos neki, hogy mi történik a hazával. Így egy új mozgalomnak a jogásza lett és szerves része, amelyik, ha minden igaz, február 24-én zászlót bont, kíváncsian várjuk, amennyiben érdekeseket mondanak, mi is természetesen, hisz nálunk szólásszabadság van,
virágozzék minden virág, és addig, ameddig betartják a játékszabályokat, a vendégeink lesznek. Tudják, mik a játékszabályok, nálunk nem lehetnek homofobok, nem zsidózhatnak, nem cigányozhatnak, ezen kívül mindenki azt mond, amit gondol. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, viszontlátásra. Igyekszünk megfelelni az előzetesek, és jövünk vissza.